Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, Önök a Heti TV-t és a Pirkada című reggeli politikai magazin műsorunkat látják. M. Kende Péter vagyok, és már is köszöntöm első vendégemet, Ravasz Ágnest, PDS országos választmányának a tagját. Jó reggelt kívánok! Tudja, ilyenkor mindig azzal kezdjük, hogy a kötelező gyakorlaton túlesünk. A Luach a zsinagógai naptár szerint 5782-t írunk, Áfhavának 27. napja van. Ezzel szemben a Gergely naptár úgy szól, 2022. augusztus 24-e van, szerda, amikor is a Bertalanok és az Arizok ünneplik a névnapjukat. A mai önkényesen kiválasztott születésnaposunk 121 évvel ezelőtt született Gertler Viktor filmrendező, főiskolai tanár. Ami az időjárást illeti, most kezd visszajönni a meleg, 28 fok lesz a maximális hőmérséklet. Ahogy szoktuk volt mondogatni, főleg Brajer Péter, figyeljenek oda folyadékháztartásukra. Ami a középárfolyamokat illeti, hát nagyon vidám hírekkel nem tudok szolgálni. Az euró 410,8-on áll, míg az amerikai dollár 413-on, mindezeket a Magyar Nemzeti Bank által közölt adatok alapján mondtam el önöknek. És akkor nézzük. Még nem a tegnapi nappal szeretném kezdeni, azzal is szeretném kérdezni. Azt olvastam, aztán tegnap előtt a PDS-nek a közleményében, vagy lehet, hogy ez a másik szakszervezet közleményében, hogy a tantárgyfelosztás kerülhet veszélybe a pedagógus hiány miatt. Segítsünk egy kicsit a nézőknek, hogy hogyan, mi is ez a tantárgyfelosztás, és ez miért fontos ez így tanév elején. Tehát a törvény szerint 22-től 26 óráig lehet oktatással, neveléssel lekötött órája a tanároknak, tehát órarendi kontaktórákról van szó. És ugye a tantárgyfelosztásokat úgy kell elvégezni, hogy ez 22 órára legyen beállítva. Mi egyébként a sztrájkkövetelésekben kértük, hogy ezt a 22-től 26-ig határt ezt vigyék le, legalább 22-24-ig, de utána azt kértük, hogy 22 óra legyen, tehát egy stabil, kötelező óraszám legyen. És ugye, hogyha pedagógusok hiányoznak, akkor ezt nem lehet megoldani. Tehát mindenképpen fel fognak csúszni az óraszámok a 22 óránál nagyobbra, 26-ra, sőt, hallottam már olyat is, hogy valakinek 32 órája van. Ez nagyon kemény. Persze ezt a 26 óra feletti órákat ki kell fizetni, mert nem túlórában, de hát akkor is, mint munkaterhelés, gondoljunk csak bele, hogy ehhez még hozzájön a felkészülési idő, dolgozatjavítások is ezáltal megnövekednek. Tehát ez nem csak plusz a tanítási óra a munkaidőben, hanem ennél jóval több. Tehát most is körülbelül ugye 16 ezer pedagógus, pontos számot nem tudom, körülbelül hiányzik az oktatásból, hát akkor ezeket az órákat el kell látni. Ez nem megy másképp, csak iszonyatos túlmunkával, egyre nagyobb túlmunkával. És ugye azt is tudjuk, hogy most nyáron nagyon sokan elhagyták a pályát, valószínűleg még most is. Tehát lesznek, akik még most fognak fölállni. Ugye most augusztus végén kezdődnek az évnyitó értekezletek, a következő tanév tervezése. Tehát igen nehéz helyzetben lesznek az iskolák, igen nehéz helyzetben lesznek a tanárok, és hát azok az ígéretek, amiket kaptunk a sztrájkköveteléseink teljesítésével kapcsolatban, azok nem fognak segíteni a tanárok közérzetén, sőt, ahogy mondjam, rettenetesen rontanak. Tehát egy izgalmas ősz elé nézünk, nem jó kedvünkben izgalmas ősz elé fogunk nézni. Mit szólnak ahhoz, hogy ugye a diákokkal is terveznek egy ilyen tanévító tiltakozást? Igen, ennek nagyon örülünk. Tehát a diákok már mellénk álltak márciusban is, és most, hogy szeptember 2-ára, ugye délután 16 órakor ugye a bazilika elől fog indulni a menet, érinti a belügyminisztériumot, a CEU-t, és a Szabadsághídnál fog végződni.
Ennek nagyon örülünk, nagyon szükségünk van a diákoknak a kiállására, meg a szülőknek is, hiszen az ő diákok jövőjéről van szó, és ezt úgy látjuk, hogy ezt megértették a diákok, és mi mindenképpen ott leszünk, és mindenben támogatjuk őket, és mindenkit arra kérünk, tanár, diákot, szülőt, akik még erről nem hallott, hogy jöjjön el, és legyen ott jövő pénteken. Én tegnap végighallgattam a kormányinfót, ahol többek között a miniszterelnökséget vezető miniszter ugye beszélt erről a telekommunikációs cég felvásárlásáról, és az újságírók többször is kérdeztek, többen is rákérdeztek arra, hogy hát erre van, a pedagógus béremelése nincsen, akkor ugye a miniszter úr következetesen azt mondta, hogy nem akarja megbántani a kérdezőket, ez erős demagógia, és hát ez a cég előbb vagy utóbb nyereséget fog termelni. Azt szeretném kérdezni, hogy azt mondják, hogy körülbelül olyan 300 valahány milliárd forint lesz az állami részesedés, közel 400 milliárd. Mennyibe kerülne önök szerint, vagy az önök számítása szerint ez az egész béremelés? Egyrészt. A másik pedig az, hogy még mindig nem értem, hogy mi történik akkor, mit mond a kormányzat arra az esetre, hogy ha nem sikerül megállapodniuk még az Európai Bizottsággal, akkor hol lesz a pedagógus béremelés? Hát nem is tudom, melyikkel kezdjem. Talán az utóbbira azt válaszolnám, hogy erre még nem mondanak semmit. Tehát, ezt tőlük azért megkérdezték tőlük, hogy gondolom, hogy oké, de mi lesz? Ugye mindenképpen arról van szó, hogy az EU-s támogatásból vállalják a béremelést, és ez körülbelül 400 milliárd forintnak megfelelő támogatást várnak az EU-tól. És hát akkor visszatérve erre a 715 milliárdra, amennyire ugye megveszik a Vodafont, ez még azt gondolom, hogy ez egy olaj a tűzre. Mert hogy mi a sztrájkköveteléseinkben 45% béremelést kértünk tavaly. Tehát ez volt az a tavalyi összeg, százalék, amire azt gondoltunk, hogy ez megfelelő lenne a tanároknak, és tisztességes és méltányos. Ugye azóta már az infláció ezt persze azért meghaladta, de egyelőre még vagyunk a 45%-nál. Hát ezt a 45%-nyi béremelést így elkezdeni, tehát ezt kevesebb, mint 300 milliárdból meg lehetne oldani. Tehát Ez roppant szomorú, hogy eddig is láttuk a prioritásokat, hogy az oktatás az hol van ma Magyarországon, és ez meg úgy gondolom, hogy még felháborítóbb, hogy erre az üzleti megvállalkozásra van pénz, és ugyanakkor pedig az oktatásra meg nincs pénz. Tehát az, hogy most nyerességet fog hozni ez az üzleti vállalkozás. Hát én is olvastam ilyen cikkeket, ilyen gazdasági elemzéseket, hogy azért ez nem fog olyan nagy nyerességet hozni. Tehát ezt talán jobban tudják a közgazdászok. Viszont azt tudjuk, hogy az oktatás hosszú távon az mindenképpen nagy nyerességet fog hozni, és kell, hogy hozzon. Tehát egy államnak az oktatásba fektetni az szintiszta nyeresség. És bizony a tanárokat, pedagógusokat meg kell becsülni, mert máskülönben nincsen jövő és nincsen oktatás. Azon gondolkodom, hogy azt tetszett mondani az előbb, hogy hiányzik 15 ezer pedagógus. Ugye ezt a számot egyébként tegnap vitatta a miniszter úr, azzal persze, hogy neki nincs arról tudomása, hogy lehet, ezt tudja, hogy van csomó pedagógus hiányzik, de nem tudja, hogy mennyi. Hogy ha folyamatosan megmarad ez a hiány, sőt, ugye azt mondták önök is, hogy ez időnként növekedhet, nem járhat-e azzal, hogy az egész iskola rendszert valamilyen módon megpróbálja a kormányzat átalakítani. Számomra időnként a legrettenetesebb rémálmok közé tartozik az, hogy visszavezetjük ezt az elemi, polgári, stb. És akkor ezzel itt szét el tudjuk a problémát úgy odázni egy kicsit. Elutázni nem tudjuk semmiképpen a problémát, mert hogyha mégis lenne egy valamilyen struktúraváltás, hát akkor is olyan emberek, akik tanítanak bármilyen intézményben. Ilyen emberekre mindig szükség lesz.
bármilyen struktúráról és rendszerről van szó. Úgyhogy azt mondom, hogy ez két különböző dolog. Tehát mindenképpen azt kell megoldani, hogy a mostot kell megoldani. A mostot kell megoldani, mert a mostból következik a jövő is. Tehát a mostból, a mostani tanárképzésből következik a jövő is. Tehát ugye ez is azért elég beszédes, hogy óvodapedagógusi tanítójá felvételiknél a minimál pontszáma, 280 pont, a minimál pontszámot elég elérni, és vannak olyan tanári szakok, ami szinte 305 ponttal már be lehet kerülni. Tehát hiába viszik le a bekerülési pontszámokat, hát láttuk így is, hogy egyáltalán nem népszerű a tanári pálya a felsőoktatásban. Tehát mindenképpen a tanárok megbecsültségén, anyagi és társadalmi megbecsültségén a kormánynak változtatni kell, mert máskülönben bármilyen struktúraváltásra abban is gondolkodnak, nem lesz, aki tanítson. Értettem. Mégis hogyan képzeljem el, vagy hogyan képzeljük el ezeket a megbeszéléseket, hogy önök fölvetnek valamit ezen a megbeszélésen, és akkor erre a kormány képviselő Maruzs államtitkár úr válaszol, vagy ottan összenéznek a kormány oldalon, hogy mit lehet mondani, mit nem, csak hogy azért, hogy lássuk azt, hogy valóban van-e hajlandóság megállapodásra, kompromisszumra, akár persze mind a két fél részéről. Hát mi folyamatosan ragaszkodunk a sztrájk követeléseinkhez, és ugye eddig úgy történtek ezek a tárgyalások, hogy mi elmondtuk a véleményünket, és akkor utána igazából magán a tárgyaláson igazi tárgyalás nincsen, hanem inkább üzenetközvetítés. Tehát valószínűleg az ott ülő politikusoknak nincsenek döntési helyzetben, hogy megállapodjanak. Tehát mi elmondjuk a véleményünket, egy következő alkalommal pedig a kormány mondja el a válaszát, illen volt már, hogy írásban is adta, ugye most ez a legutóbbi, hogy az volt, hogy 2028-ra a diplomás minimálbér 80%-ára szeretnék fölemelni a tanároknak a bérét, de hát és ez nem az az éves 10% emelés lenne, amiről eddig szó volt, hanem 14. De hát ez is az a... Tehát úgy, egyrészt a problémát most kell megoldani. Nem, tehát az, hogy 2008-ig majd valami lesz, ez a mostani helyzetet nem fogja megoldani. Tehát ez nem fogja megnyugtatni a tanárokat, továbbra is ott fogják hagyni a pályát, továbbra is a fiatalok nem fognak jelentkezni a felsőoktatásba. Tehát itt egy azonnali béremelésre lenne szükség. Ugye amitről beszéltünk, hogy ezt a Vodafone megvásárlásá összegére szánt pénznek a feléből, kevesebb, mint a feléből meg lehetne oldani. És milyen, tehát azt milyen határidőt szabnak, úgymond, 2023. január 1-ét, hogy azt mondjuk, hogy akkor addigra legkésőbb rendeződjék a most problémájának a megoldása. Hát a most problémának a megoldása a szeptember 1-én kéne, hogy rendeződjön, ugye, ami meg itt van a nyakunkon. Ezért reménykedtünk abban, hogy lesz valami elmozdulás az augusztus 10-i tárgyaláson, sztrájk tárgyaláson, de ekkor kaptuk ezt a 2028-ig elcsúsztatott ajánlatot, ami még ráadásul az EU-s pénzekhez van kötve, ugye, ami még egyre nincs itt. Ezért kértük, tulajdonképpen így kiköveteltük, vagy nagyon kértük, hogy legyen még egy lehetősége a kormánynak, hogy esetleg mondjam. Történni fog valami, és ezért augusztus 30-án még fogunk találkozni. Nagy reményeink persze azért nincsenek, ugyanis most már ezen a héten minden iskolában kezdődnek a tanévnyitó értekezletek, fel kell készülni a következő évre. És ahol már ezek így elkezdődtek, ott már tudunk olyanról, hogy már szervezik a sztrájkot, és szervezik a polgári engedetlenséget is. Már most, mert hogy hát remény az úgy tűnik, hogy nincsen.
Nagyon kérlek. Tehát lesz, aki szeptember 1-én sztrájkkal kezdi az évet, vagy polgárengedetlenséggel kezdi az évet. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ezen az augusztus 30-ai megbeszélésen mi történik, úgyhogy szerintem utána fogjuk önöket keresni, és köszönöm szépen, hogy most tudtuk beszélgetni. Én is köszönöm, hogy itt voltam.